Tisztelt egybegyűltek, tisztelt ünneplő közösség! Az est szervezői arra kértek, hogy néhány szóval vezessem be ezt a mai estét, amelyet a Solymári templom 200. fennállás, illetve fölszentelésének, tehát a Solymári templom konszekrálásának 200. évfordulóján tartunk egy zenés irodalmi áhítatot. Mi is a szent művészet jelentősége? Erre a kérdésre keressük a választ, hiszen úgy gondolom, hogy ez a templom, amelyet 200 éve szenteltek fel, méltó helye a megtestesült igének. Hiszen a szent művészet a megtestesült igét készíti elő bennünk, arra készít elő minket, mint egy pre-evangelizációként, azaz előige hirdetésként, hogy fölkészült lélekkel tudjuk befogadni a mindenható Isten személyes jelenlétének misztériumát a kenyér és a bor színe alatt. De ugyanakkor van a szent művészetnek egy másik funkciója is, hogy a befogadott misztériumot, annak az átélését, hogy részesültünk a misztériumból, és hogy Krisztus Urunk személyes jelenléte az életünkben jelen van, hogy ezt elmélyítsük az értelmünkkel, a tudásunkkal, és az egész életünk stílusa, életvitelünk, gondolataink, érzelmeink igazodjanak az átélt találkozáshoz. Amikor a szent művészetről beszélünk, tehát azt kell, hogy mondanunk, hogy az Istennel való találkozás harmóniáját jelenti meg a művészet. Vagy pedig megjelenítheti egy modernebb elgondolás szerint az ember lelki állapotát, annak belső küzdelmeit, olykor kétségeit, olykor szenvedéseit, de ebben az esetben pedig fejezze ki a harmónia iránti vágyat. Igen, ez a követelmény, ez a legmodernebb, legújszerűbb szakrális művészettel szemben is fennáll. Ezért ezt a követelményt nyugodtan merjük hangsúlyozni az alkotó művészek felé, hogy akármilyen modernebb, újszerű elgondolást követ, de a harmónia iránti vágy jelenjen meg az alkotásában. Hogyan? Talán úgy, hogy az alkotás legyen kellően visszafogott, tömör, lényegre törő, bizonyos értelemben egyszerű és egyfajta rend, vagy annak az igénye jelenjen meg benne. A mai alkotásokban egy részükben, hogy ez mennyire sikerült megvalósítani, az egy más kérdés, hiszen nem liturgikus keretek között adjuk elő, talán éppen azért, mert nyilvánvaló, hogy a művészetnek van egy szabadsága, és a szabadsággal együtt jár egy kísérletező jelleg. Itt viszont egy lehet a jogos követelés a művészek felé, hogy a kísérleteket ne a liturgiában, ne a szent misében végezzék, hanem azon kívül. Én úgy gondolom, hogy a szent misébe az a művészet való talán leginkább, amely már letisztult, amely már a legszélesebb körben elfogadott, amelyet már megtanultunk érteni, megtanultunk hallani. De ugyanakkor nyilvánvaló, hogy szükség van
a tudománynak is és a művészetnek is egy szabadságára, és megfelelő keretek között ez a szabadság is meg kell, hogy nyilvánuljon. De fontos hangsúlyozni, hogy a művészet középpontjában gondolatilag, érzelmileg, érzésileg a megtestesült ige kell, hogy álljon. Adja meg a mindenható Isten, hogy ezen az ünnepi estén az elhangzó darabok, akár zeneművek, akár versek közelebb vigyenek minket az imént a Szent Misében átélt misztériumhoz, hogy döbbentsenek rá minket arra, hogy jelen van az életünkben a mi Urunk Jézus Krisztus, a megtestesült ige, aki értünk a világba jött. Ezzel a gondolattal nyitom meg a mai hangversenyt, egyházzenei áhítatot helyesebben mondva, és kérem, hogy a mindenható Istent, hogy ennek a befogadása váljék lelki javunkra, lelki hasznunkra, ima életünk elmélyülésére, és annak az átélésére, hogy itt a 200 éve felszentelt szentélyben, Solymár templomában a megtestesült igével találkozunk. Köszönöm a figyelmet. Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Milbich Edit vagyok, engem ért az a megtisztelő feladat, hogy az est háziasszonyaként felkonferálhatom önöknek a zenés irodalmi est műsorát. Családiasra tervezem a megszólalásaimat, mert úgy gondolom, hogy mi solymáriak valahol, valami módon egy család vagyunk. És ez a templom pedig valahol, valami módon az otthonunk. Egy nagy család vagyunk, a magunk szeretetével, törődésével egymás iránt, de mint ahogy egy családban konfliktusok is vannak, úgy közöttünk is vannak viták, nézeteltérések. Mégis ide, a templomba, mint ahogy egy család tagjai az otthonukba, mindannyian mindig betérünk, nem kérdés, hogy ide, a most már 200 éves templomunkba mindnyájan tartozunk. Gondolom sokaknak fontos ez a közösség, ez a községünk közepén álló templom. Nekem is. És nekik is fontos, akik itt ma a művészet nyelvén megszólalnak. Közülük néhányukat régről ismerünk, de talán lesz olyan is, akit ma este ismerünk meg. Talán olyan oldalukról mutatkoznak ma be, mely oldalukat eddig nem ismertük. Ehhez kívánok hozzájárulni, ehhez kívánok nyílt szívű, jó szórakozást mindnyájuknak. A műveket az előadók maguk választották. Legyen szó versről, szövegről, dalról vagy zeneműről. Rozványi Dávid, aki az első fellépő, saját műveiből válogathatott, Dávid ugyanis rendkívül termékeny író, költő. Ezzel nem árultam el újat, hiszen Dávidot többször hallhattuk, láthattuk, de azt talán kevesen tudják róla, hogy azzal büszkélkedhet, hogy az országos Széchenyi könyvtár őrzi a munkáit, műveit, köteteit. A tavalyi év júliusában az Erdélyi úti képek című kötete több mint 20 ezer kötetből a 33. legolvasottabb könyv volt. Rozványi Dávid olvassa föl verseit, melyek közül az elsőt erre az alkalomra írta. Címét maga fogja felolvasni. A solymári templom 200 éves évfordulójára. A templom több, mint a kő, miből építették szorgos elődeink. Több, mint a freskók barokkos színei. Több, mint a szentek ájtatos szobrai. A templom otthonunk. Falait nem a malter vagy habarcs, hanem hitünk tartja meg. Vagyunk élő kövei Isten templomának, s vagyunk az Úr háza népe. Összegyűlünk az oltár köré, mint asztal köré ülnek a gyerekek, hogy lelküket táplálja a szentség,
mely köztünk él 2000-re. Szellemünket éltesse a szó, az örök ige, melynek visszhangja kellene, hogy legyen minden szavunk. E ház otthonunk, hová hazatérni jó. Szív, mely életet lüktet belénk, alapkő, melyre épül falunk s életünk. Örökség, mely csak akkor miénk, ha őrizzük és osztjuk. Éljük s gyarapítjuk. Ha kitárjuk kapuit, jel lesz mindenkinek. Ahogy volt már 2 évszázadon át, így legyen mindig, hogy mikor Krisztus visszatér, ébren találjon minket, s örömünk közös legyen vele. Adassék nagyobb dicsőség Istennek. Amen. A következő versem Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára a puszták éneke. Néha rácsodálkozom, mi bölcs a nép, melyből származom. Gyümölcsoltónak nevezik-e napot, mikor az angyal jó hírt hozott, hogy gyermek születik, ki Jézusnak hívatik, s hogy véget ér 2000 év, míg messiást várt a nép. Még nem látta senki sem, hogy hordozod az ígéretet, ahogy az oltott ágban sem lát senki sem gyümölcsöt. Méhed álmot hordozott, s a tavasz új nyarat ígért, hogy kinyílnak a kapuk, s felragyog az ég. Csak várni kell, hinni, s kitartani zárt ajtók mögött, mert Isten nem késlekedik, a megváltás megérkezik, az Úrra lelkünk nem hiába vár. Adassék nagyobb dicsőség Istennek. Amen. A zenei programot 2 művész szolgáltatja ma este. Gesztei Nagy Judit Fuvola művész és dr. Zámbó Károly atya ének és karvezetés szakos tanár, kántor. A Hölgyjogán Juditot mutatom be először, és biztos vagyok benne, hogy sokak szeme most majd fölcsillan, mint ahogy az én szemem is fölcsillant tegnap este a főpróbán, amikor megtudtam, hogy Judit Solymáron a Jegenye völgy felé vezető bejárat, út bejáratánál lévő székely kapus házat lakja a családjával. Judit megengedte, hogy ezt eláruljam, és biztatom önöket, hogy ha találkoznak Judittal, szólítsák meg, mesélj el, hogyan is lett ez a székely kapu az ő házuk őrzője, mert ez egy igen érdekes, különleges történet. Judit a Pálos Rend világi közösségének lelki vezetője, nagy szeretettel jött ma ide este, fogadják szeretettel műsorát. Dr. Zámbó Károly atyát onnan ismerjük, hogy 2 hónapot szolgált bennünket, ellátva a plébánosi teendőket is Solymáron. A teológiai és jogi tanulmányok mellett Kocsár Miklós, Kossuth Díjas zeneszerző tanítványa volt. Zenéhez való szoros kapcsolata abban is megmutatkozik, hogy 200 saját szerzeményű műve van, melyeket mind koncerteken be is mutatott. Juditot és Károly atyát először a kórusról hallhatják, közösen szólaltatják meg Liszt Ave Mariáját, orgonán és fuvolán.
Hegedű Zsuzsa következik, aki 6 éve lakik Solymáron. Rendezőasszisztensi és színházi múlttal rendelkezik, a régi Nemzeti Színház, a mai Pesti Magyar Színház tagja volt. Gyönyörű orgánumával egy szép verset hozott számunkra, hallgassák szeretettel. Ezt követően újra ismét orgona szó fog hangzani, Liszt pápai himnuszát fogják hallani. Dzsida Jenő, templomablak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igellelnek. Kíváncsi szemmel rá nem tapadnak. Csak egy karika, szürke karika, ólomkarika, vén templomablak. Rácsa rozsdás, kerete málló, emit moklepi, amot pókháló. Sütheti napfény sötét örökre, mint világtalan, búsvilágtalan, agvilágtalan húnyt szemegödre. De ki belép a tág, iromba, boltozatos, hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll, megkövülten áll, elbűvölten áll. Nézd a csodára! Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása, kék, ami békül, piros, mi lázad, magasba ragad, a mennybe ragad lángtünemény és tűzkáprázat. Ó, titkok titka! A földön itt lent, belülről nézzen mindenki mindent. Szemet és szívet, és harcot és békét. Áldja meg az Úr! Áldja meg az Úr a belülről látók fényességét!
Kis Márta következik, aki Paul Claudeltől választott egy művet. Márta ma a Patrona Hungáriai gimnáziumban végzett, és amikor Ági fölkérte, hogy mondjon egy verset, ez jutott eszébe, amit gimnazistaként tanult, és ami a máig az egyik kedvenc verse. Márta elmondása szerint, amikor Ági telefonált neki, akkor éppen egy utazás közepén állt, külföldön, ráadásul éppen a vonatra szállt föl. Hát nem tudom, hányan vagyunk, akinek egy ilyen vonatra szállás alkalmával egy ilyen vers eszébe jutna. Paul Claudel egy karácsonyi szertartás alatt betért a párizsi Notre-Dame-ba, ahol örökérvényűen megérintette őt a szűzanya. Nem volt hívő ember, de ekkor megtért, és ez a megtérés ihlette később a most hallható művet. Paul Claudel, 1886. december 25. Rónai György fordítása. Úrnőm, mégiscsak te kezdted a dolgot. És én nem voltam csak egy valaki, mint a többi a tömegben, mely rossz kedvűen toporgott. Egy elem, mint a többi, elmerülve ebben a figyelmetlen zsúfolt sokaságban, amely az oszlophoz nyomott, ütköző, lagymatag szívekből és egyszerű testekből a ruhákban. A legsötétebb téli nap volt, esős, fekete délután Párizs fölött, a karácsonyi vesperás e félig éjben. A szőnyeg és a papság gyolcsban és aranyban, elrendezve a gyolcsban és aranyban úszó fényes szentély közepén fenn. A szertartás tőlem rézsútosan, s kigyúlva fönt e nép, amint végrehajt valamit a valóságos időben fehéren. Énekel. Ám bár inkább azt lehetne mondani, hogy recitál, és valamit elszabadít, újjongva és gáttalanul. Úgy harsog egy mindenható hatalmas mondatot, amely elindul és földagad és hömpölyög és óriás csigavonalba tornyosul. És van egy pillanat, amikor az orgona egyedül meditál. És aztán újra roppant mondat és a hullám, az álló ellenállhatatlan mondat, ahogy fölkel és újra föltolul. Izrael üvöltése Istenéhez véget érő századok végén, ahogy a füstben fölcsap és szétterül. Mi asszonyunk, anyánk az egyház, Istennel telve fennszóval kiált, s önnön magnifikátjává lényegül. És akkor én, nyomorult gyermek, igen én, mit tettem én, hogy felkapjon az elragadtatás? És a hatalmas könnyek edénye, ahogy most széttörött, honnét van ez? És e vad kiáltás, és e szív, melyet hirtelen útra tép a láz? Vége mindennek, ami voltam, és amit az iskolámban belém vert az oktatás. Nyomorult, akit megláttak a tömegben. Minden a visszájára fordult, és nincs mit tenni a remény vad kiáradása ellen. Nincs mit tenni a hit ellen, mely úgy tör ki bensőmbe, mint egy új világ. Nincs mit tenni a hang ellen, mely volt, mielőtt a világ és enyém vagy kiált. Nincs mit tenni a támadás ellen, mintha valaki fejtől lábig széthasad, s az állat megszólal. Hiszek. Így aztán mindazért, ami utána történt, a felelősség, úrnőm, a tied. A tétova fölfedezésért, amit a világ egyik végétől próbáltam a másikig, elképesztő rendetlenségben, konokság és tisztátalanság közepett. A tétova fölfedezésért, Isten igazságán és dicsőségén keresztül egészen egyedül.
És hogy könyörögtem anyjával az atyához, aki a mennyben ül. Meg hogy faggattam a világgal, s mindennel, ami létezik, és a bűnnel, és a földdel, határáig a földnek, amit az ember megfejtés termőre művel, azt a valakit, aki alibit, ha sarokba szorítják, nem keres. És egyszerre ott az egyetlen válasz karunkban, a gyermek mosolya, mely elképeszt, s lefegyverez. Nos, ha nem vittem többre, nem az én hibám. És hadd mondjam meg, hogy szavamra akkor bizony jobb lett volna máshoz fordulni tán. Mennyi papírt halmoztam föl magam mögött, és mindez kész nevetség vagy kész siralom. És milyen képet vágnék hozzá, ha az lenne a büntetésem, hogy az egészet újraolvasom. Ó, ha lehetne, hogy olyan megállapodás kötne minket, hogy mindazt, úrnőm, amit tettem és amit írtam, kegyesen semmisnek tekinted. S úgy állhatnék eléd, üresen, folttalan örömben. Az egész ostoba irodalomtól, tetőtől talpig kisöpörten. Csak engedd, hogy magamba szálljak, amíg várom, ami csak hamar elér. Mint akivel félelmesen mindjárt történik valami, például az, hogy fölnéz, s meglát téged. Te úgy tesz. Igen, úgy csinál, mint aki egy csöppet se fél. Bach ámol partitáját hallhattuk Gesztein Nagy Judit előadásában. Most Marlokné Cservenyi Magdolna következik, aki gondolatait osztja meg velünk a Solymári kegytemplommal kapcsolatban, mit is jelent az életemben a templom. Magdi személyében olyan valakit tisztelhetünk, aki történelem és német szakos tanárként minden energiáját a solymári hagyományoknak, örökségünknek áldozza. Ahogy a falunk, úgy a templomunk is fontos számára, kérjük, ossza meg velünk ezeket a gondolatokat.
Szeretettel köszöntök mindenkit templomunk felszentelésének 200. évfordulójára emlékező ünnepség sorozat mai záró rendezvényén. Köszönöm Sarlos Ágnesnek a megtisztelő felkérést, hogy mondjam el gondolataimat, mit is jelent számomra ez a templom. Igent mondtam, nem sejtve, hogy ez egyáltalán nem is lesz könnyű. Különösen az elmúlt hétvége kitűnően megszervezett eseményei bizonytalanítottak el, hiszen Milbik Tamás Fánum című üzenetekkel, szimbólumokkal teli rövidfilmjei, a Sekrestyés ház kiállítása, a díszes püspöki nagymise, Spányi Antal megyés püspök úr magvas prédikációja mind-mind templomunk jelentőségét, kincseit dicsérték, ennek hallatán, láttán felismerült bennem a gondolat, hogy ennyi szép, szinte művészien megfaragott gondolat után én, templomba járó, egyszerű hívő lélek, mi újat tudnék mondani. De Ágnes rábeszélésére megpróbáltam összeszedni magam, és hosszas töprengés után megválaszoltam a kérdést, hogy mit is jelent számomra ez a templom. Ha röviden és tömören kellene összefoglalnom, azt mondanám, egész életem, keresztény létem egy fontos része ez a templom. Itt kereszteltek, fehér ruhában kis mirtuszkoszorúval, itt voltam első áldozó, majd bérmálkozó, de sajnos a szocialista idők tilalmai miatt, mint tanár, házasságot itt nem köthettem, azt a Mária Remetei templomban kellett megoldanunk. Emlékszek egy régi fekete-fehér fotónkra, még a Brocki bácsi csinálta, ahol 2-3 évesen sváb népviseletben állok szüleimmel a templom előtt, az úrnapi feldíszített szőnyeg mellett. Az én korosztályomra is jellemző volt, hogy alig tudtunk járni, már minden vasárnap ebbe a templomba vittek a szüleink misére. Még arra is emlékszem, hogy apai nagyanyám 20 fillért ígért, ha elmegyünk az unoka testvéremmel a litániára. Ezen egy frutit lehetett kapni, ezért szívesen áldoztuk fel a vasárnapi délutánunkat. A templom mindig nagy hatással volt rám, a fenséges mérete, az aranyozott szobrai, a csodálatos kegyképe miatt. Egészen egyetemista koromig semmit sem tudtam eredetéről, történetéről. A szakdolgozatom írása során, a solymári svábok betelepedését kutatva, jutottam el a plébániára, a kanonika vizitációs dokumentumokig, amelyekben egy-egy püspöki látogatás során a plébánosok leírták az akkori falu és az egyház közösség életét, vagyoni helyzetét. Ettől kezdve kezdett érdekelni, és kezdtem megérteni, hogy a mi solymári templomunk tele van szépségekkel és kincsekkel. A következő lépcsőfokot az ismerkedés történetében akkor léptem be, amikor, mint nemzetiségi önkormányzati elnök, vendégcsoportokat fogadtunk, és elvállaltam a templom ismertetését magyarul és németül. Itt szeretnék köszönetet mondani Vácz József tanár úrnak, helytörténésznek, aki évtizedeken át kutatta a levéltárakban a templom történetét, és örökítette meg ismereteit az 1992-ben kiadott könyvecskéjében, ami nagy segítség volt számomra. Újra megerősödött bennem a templom iránti szeretet, hiszen ez az épület azon túl, hogy községünk leghíresebb barokk műemléke, nevezetessége, a katolikus hívők tisztelt szent helye, valójában egy csoda, ahová az ember szívesen jön. Már a bejárat is üzenetet hordoz. A vörös márványból készült kapu fölött található a kegyúr Majtényi Károly címere, és alatta egy latin felirat olvasható a következő szöveggel. In gredi mini portas házet adorate dominum cöli et terram. Lépjetek be ezen a kapun, és imádjátok az ég és a föld urát.
Nagyon érdekesnek találtam azt a tényt, hogy a 18. században az emberek úgymond egyességet kötöttek a Jóistennel, fogadalmi kereszteket, szobrokat emeltek, kápolnákat építettek, családjuk védelmét kérve. És hogy a fogadalmi kereszt helyén, amelyet Long Péter sváb köműves mester és felesége Anna Mária emelt, egy a környék legnagyobb temploma épült, valamint hogy az oltárkő pont a kereszt helyén található. S talán az is érdeklődést kelt, hogy ide helyezték el Innocentus, Candidus és Clemens vértanúk erekjéit. Amikor, mint történelem tanára gyerekeknek tanítottam Sojmár történelmét, mindig is szöget ütött a fejembe, hogyan tudott a vár alatt kialakult kis fábfalu áttelepedni a megépült templom mellé, és hogy lett az egykor lakóhelyből Krautgarten, azaz káposztásföld, pedig ott a pusztító törökök megjelenése előtt is már virágzó középkori falvacska volt. Valószínűleg a templom védelmező erejében bízva váltottak őseink lakhelyet, és ez is templomunk óriási hatását igazolja az egyszerű emberekre. Az elmúlt hétvégén sokszor hangzott el az építtető földesúri Majtényi család neve. Köszönet és hála illeti őket, hiszen ha keselőkői Majtényi Károly és felesége Beleznai Anna nem karolják fel a templom építését, nem állják az építkezés és berendezés költségeit, bizonyára máshol lenne a helyi katolikusok legfontosabb közösségi tere, imaháza. Kitűnő mesteremberekkel dolgoztattak, és próbáltak mindenre odafigyelni. Nem tudom, a jelenlévők tudják-e, hogy a templom három csigalépcsővel rendelkezik. Egy, amelyen az orgonát, a másodikon a szószéket lehet elérni, és a harmadik pedig a bal oldalt lévő mellékoltár előtt a templom talapzatába lett beépítve, és egy kriptába vezet. Valamint, hogy a templom eredetileg kereszt alakúra épült, tőlem balra helyezkedett el a Majtényi család kriptája, amely azonban az idők során megrongálódott, és lebontották, a család halottait pedig Budán temették el, így csak a márványtáblák hirdetik a kegyúri család dicsőségét. Tanítványaimnak mindig felolvastam a vörös márványtábla szövegét magyarul, tisztelegve a templom építő előtt. Három betű található a márványtábla felső részén. DMS. Feloldva így szólnak. Dominus meus salvator. Azaz, az Úr az én megmentőm. Az alatta lévő szöveg pedig így hangzik. Állj meg, vándor! E márványtábla alatt keselőkői Majtényi Károly fekszik, aki híres volt nemzetségének régiségéről és ősei dicsőségéről, de sokkal híresebb volt vallásosságáról, Istenbe vetett hitéről, uralkodó iránti hűségéről és hazaszeretetéről. Különböző tisztségekben igen bevált, a hétszemélyes tábla tagja és számos gyermek atya volt. Élete 1790-ben ért véget Budán, 72 éves korában. Hogy emléke fennmaradjon, szomorú hitvese és gyászoló gyermekei hálás szívvel emeltették a síremléket 1793-ban Pilis vármegye Sojmár községében. Haladj tovább, vándor, és mondj imád, így nagy ember hamvaiért. Kedves jelenlévők, a mi templomunk gazdag művészeti értékekkel rendelkezik, ha a csodálatos freskók, festmények, szobrok, az oltár, a szószék, a csillár, az üvegablakok és az orgona történetét ismertetném, bizonyára egy teljes napot igényelne. Azonban egy kérdés gyakran felvetődött bennem a miséken való részvétel során. Miért hívják a kegyképet Passau Madonnának?
Azt talán mindenki tudja, hogy Passauban ábrázolták, főleg így módon a festők, Szűz Máriát és a kisdedet. De bennem az is felvetődött, hogy miért pont ez az ábrázolásmód hatott az egykori monarchiában. Ennek is Vácz tanár úr járt nyomában, őt idézem. A választ a történelem adja. 1683-ban a török már Bécset ostromolja. Lipót császár és király udvarával Passauba menekül. Ott a kapucinus szerzetesek templomában lévő Mária Hilf kegykép előtt könyörög a kereszténység ügyéért. Bécs városa már válságos helyzetben van, de szeptember 12-én, Szűz Mária nevének ünnepén megérkezik a fölmentősereg, és elsöpri az elbizakodott Kara Mustafa nagyvezér seregét. A győzelmet a kegykép közbenjárásának is tulajdonították, így az hamarosan törökverő és Habsburgokat segítő jelképé vált, és páratlan népszerűséggel terjedt el az egész Habsburg birodalomban, és valószínűleg így juthatott el ahhoz a budai festőhöz is, akitől Long Péter megvásárolta. Nos, így már érthető, hogy zarándokok tömege látogatta meg templomunkat, különösen azután, hogy csodás gyógyulásokat jegyeztek fel. Összesen 44 községből érkeztek csoportok Solymára, köztük Pozsonyból, Kecskemétről, Gyöngyösről, hogy csak a legmesszebb fekvő plébániákat említsem, egészen 1974-ig. Milyen kár, hogy ez a szép szokás elvesztette jelentőségét. Egy utolsó fontos gondolattal szeretném még mondandómat zárni. A templom számomra nem csak egy szépséges műemlék, hanem az úrháza. Mi keresztény emberek, ha belépünk ide, remélem érezzük az Isten jelenlétét. Engem mindig elmélyülésre, gondolkodásra sarkal, számadásra ösztönöz, és főleg megnyugtat, lelki békét teremt. Mindez úgy érzem fontos az ember életében. A sok szép egyházi élmény, a misék, a körmenetek, a kitelepítésre és betelepítésre emlékező német misék, a feltétel nélküli hit letisztítja az ember lelkét, és talán kicsit nemesíti is azt. Szívből kívánom, hogy ez a templom még sokáig hirdesse a keresztény-katolikus egyház dicsőségét, legyen mindig tele hívőkkel, és az emberek találják meg azt a fajta lelkiséget, amit én érzek, ha egy misén részt veszek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen Mardlokli Cserbenyi Magdolnának. Tegnap a főpróbán nem akart megszólalni, meglepetésnek tartogatta ezt a beszédet, illetve ezt a visszaemlékezést. Hát nagy élmény volt, köszönjük szépen. Volt szerencsém Magdi tanítványaként az iskolapadban is ülni, hát azok is hasonló élményeket nyújtottak. Két olyan mű következik, amely szorosan kötődik az estünk két zenei előadó művészéhez. Mindkettő saját szerzemény valami módon. Dr. Zámbó Károly atya saját művét adja elő, mely egyben egy ős bemutató is. Gesztei Nagy Judit pedig egy improvizációt mutat be, és így válik ez a saját művévé, egy különleges japán hangszeren, amit úgy neveznek, hogy shakuhachi. Tehát következik Zámbó Károly három kancónából az első és második tétel, majd Gesztei Nagy Judit a csendből születő zene improvizációja. Thank you.
Müllerné Radna Jerika sokszor lenyűgözött már bennünket német tudásával, aktív és önzetlen részvételével az egyházközségi teendőkben. De talán nem mindenki tudja, hogy Erika tanulmányait tekintve magyar szakos is, így kapcsolódik a ma estéhez, mint versmondó. Visszautalva azonban arra, hogy mi solymáriak olyanok vagyunk, mint egy nagy család, szeretnék elmesélni egy történetet, ami Erikáról, a versről, a templomról szól, és erről, hogy egy családban segítik egymást. Erika biztosan nem fog már rá emlékezni. Közgazdasági szakközépiskolába jártam, és azt a feladatot kaptuk magyar órán, hogy elemezzük József Attila egyik versét. Hát gyerekkoromban a faluban is, ezt büszkén mondom, hamarabb találtunk olyat, aki kapát és kaszát élezett, mint olyat, aki verset elemzett. Úgyhogy magamra maradtam ezzel a feladattal. Vasárnap este volt, már ugye hétfőre kellett a házi feladat. Anyukámnak volt egy ötlete, hogy vidd magaddal a verset a templomba. Biztosan ott lesz az Erika, hiszen egy családban tudjuk egymásról, hogy ki melyik misére jár, kinek mi a szokása, ki hogyan éli az életét. Magammal hoztam a verset, és ott abban a második padban, a mise után Erika egy pillanat alatt megírta nekem a verselemzést, úgyhogy így kirántotta a bajból, amire azóta is szívesen emlékszem. Hát így a család, a vers és az együtt segítés. Erika egy verset hozott nekünk, fogadják szeretettel. Reményik Sándor, üres templomban. Így szoktam ezt, ha száll az alkonyat, az üres templomba besúranok. Egy lélek, aki Istent látogat. A szentek komoly arca rám ragyog. Ha násznép járt ma itt, feledve rég, és mi se sincs, se karinges papok. Az oltáron két örök lámpa ég. Az Istenemmel egyedül vagyok. A templom üres, a lelkem tele. Megértjük egymást, pedig nincs szavunk. Itt állok, szemben állok ővele, és nem látja senki, hogy együtt vagyunk. Állok. Térdre nem hajt a vágy hatalma, csak fürkészem a nagy akaratot. Úgy is addig állok, amíg ő akarja, és ha nem akarja, összeroskadok. Olyan végtelen áhítat fog el, mintha erdőben néznék csillagot, ahol az örök őscsend ünnepel. Pedig csupán egy templomban vagyok. Orgonán felhangzik Zámbó Károly három kancónájának harmadik tétele, majd Fuvolán Fukushima requiemje.